egy világi ember tanúságtétele következik, akinek életében volt bizony olyan időszak, amikor hátat fordította Jóistennek. Múzeumnak érezte a templomot és a vallást. Ma mégis, mint egy közösség alapítóját köszönhetjük. Szinte hihetetlen, ugye? Moisés Acevedót, a lázadó ifjút egy alkalommal egy fiatal közösségbe hívták el barátai, és ott volt egy személyes találkozása Jézussal. Így emlékezett vissza. Felnyitotta a szemem, és rávilágított, hogy ő maga a teljes boldogság, a teljes békesség az emberi szív számára. Az egyház Krisztus családja, és az én családom is egyben. Moisés vágyat érzett, hogy a kegyelmet, amit elnyert, megossza sokunkkal. 1980-ban a Brazíliai Nemzeti Eukarisztikus Találkozón egyike volt azoknak a fiataloknak, akik ajándékot adhattak az eseményre látogató Szent II. János Pál pápának. Moisés ekkor elhatározta, hogy életét a fiatalok hitben való tanításának szenteli. Felajánlását teljesítette. Kávézókat, pizzázókat, sportklubokat alapított, elsősorban a kallódó fiatalok megszólítására. Többek között Budapesten is működtetnek kávézót. Moisés Acevedo tanúságtétele következik. Fogadják őt nagy szeretettel! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó napot! Jó napot! Az Eukarisztia az egyház szíve. Nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy itt lehetek, hogy az egész egyházzal együtt ünnepelhetem az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Ez a remény jele az egész világ számára. Az eukarisztikus kongresszus mindig olyan alkalom, hogy megújítsuk a hitünket. És én számomra különösen az, hogy újra éljem az én közösségemnek, a shalomnak az eredetét újra éljem. Őszintén megköszönöm Erdő Péter bíboros úrnak, hogy meghívott, hogy részt vegyek ezen az alkalmon, és te a tanúságot tehessek. Köszönöm szintén az egész szervezőbizottságnak, ennek a kongresszusnak, a magyar népnek, amely ezekben a napokban ilyen nagy gyengédséggel fogadott minket. Nagy taps a magyar nép számára. A tanúságom 4 pontból fog állni. Az első. Minden előtt az eukarisztia állt. 1980-ban a Brazíliai Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus alkalmából Szent II. János Pál pápa ellátogatott a városomba, a brazíliai Fortalezába. Az akkori érsekünk, Aloysio Lorscheider, azt bízta rám, hogy a pápai szentmise keretében a felajánláskor a város fiataljai nevében én adjak át egy ajándékot a Szentatyának. Megkérdeztem tőle, milyen ajándékot adjak a pápának. A bíboros azt válaszolta, hogy ezt nekem kell kiválasztanom. Ez egy kissé zavarba ejtett, hiszen mit adhat ajándékba a pápának egy alig 20 esztendős fiatalember? Az imában nagyon világos sugallatot kaptam Istentől.
megragadta fiatalságomat, személyemet, Isten szeretetének ereje, és teljesen átalakította az életemet. Elérkezett a pillanat, hogy odaadjam ingyenesen azt, amit én is ingyenesen kaptam. Nem adhattam más ajándékot Jézus Krisztusnak, a Szent Atyának és az Egyháznak, mint hogy felajánlom az életemet és a fiatalságomat minden olyan fiatal és minden olyan ember evangelizációjára, akik távol vannak Krisztustól és az Egyháztól. Azon a napon, amikor találkoztam a pápával, Szent II. János Pál pápával, a szívemben ez az egy dolog volt jelen. Életem felajánlásával akartam válaszolni Isten hívására. És az emberiségnek arra a sóhajtozására és vágyára, amellyel Isten fiainak megmutatkozását várja. Felszerettem volna ajánlani az életemet és a fiatalságomat, hogy bátran és találékonyan végezzem az evangelizációt. Ebből a meghatározó tapasztalatból, amikor felajánlottam az életemet Péter utóda lábánál, az eukarisztia oltára előtt megszületett a Shalom katolikus mozgalom. Második pont. Pizzeria az evangelizáció céljára. Hogy eleget tegyek a fogadalmamnak, amit ifjú szívem vállalt Istennel szemben, kerestem a legjobb módot ennek megvalósítására. Lassanként, az imában, mindig az imában, olyan sugallatot kaptam, ami kezdetben egy kicsit bolondnak tűnt. Olyan evangelizációs központot létrehozni, ami valójában egy pizzeria az evangelizáció céljára. Más fiatalokkal együtt, akiket szintén megragadott Isten szeretete, elkezdtünk kialakítani egy otthonos helyet, egy valódi missziós teret, ahol a fiataloknak lehetőségük nyílhat személyes kapcsolatba lépni Jézus Krisztussal, hogy maguk is eljussanak az életük felajánlására, amit a Szentlélek egykor nekem is sugalt, és hogy ők is elindulhassanak ezen az úton. És átadják saját életüket. Az Úr pizzeriája, ahogy mi neveztük, az evangelizáció eszközévé lett, az öröm, a kreativitás és az igazság kimondása jegyében. Amikor a fiatalok betértek hozzánk, mi hozzájuk hasonló fiatalok fogadtuk őket, készen rá, hogy örömmel szolgáljunk, meghallgassuk örömeiket és fájdalmaikat. És két szendvics vagy pizzaszelet között mindig nyílt rá alkalom, hogy tanúságot tegyünk arról az örömről, amelyet Jézus élő személye és az ő evangéliuma hozottam életünkbe és fiatalságunkba. Ugyanolyan fiatalok voltunk, mint ők. Csak annyi volt a különbség, hogy nem a mi érdemünkből felfedeztük a boldogságot, aminek van neve és arca, mert élő személy.
Jézus Krisztus. Egy napon ő belépett az életünkbe, és gyökeresen átalakította azt. Megdöbbentő volt tapasztalni, hogy ezek a beszélgetések, amelyek alkalmasint asztalmentett mellett kezdődtek, ahol együtt fogyasztottunk egy-egy szendvicset, gyakran közös imádságba torkoltak az eukarisztia élő kenyere előtt, abban a kápolnában, amely diszkréten meghúzódott a pizzeria mellett. Itt, a baráti együttlét melegében, és az Isten igéjéről, az eukarisztiáról szóló tanúságtételünkben, amely átformálta életünk kicsiny és törékeny voltát, és eltöltötte a Szentlélek erejével, sok fiatal megtapasztalhatta Jézus Krisztus élő személyének jelenlétét, és hogy az egyház nem más, mint a világ útjait járó tanítványok családja. Sok olyan fiatal, aki személyesen megtapasztalta Isten szeretetét, csatlakozott ehhez. Ezekből tapasztaltuk meg, hogy az isteni irgalom gyógyító balzsam a legmélyebb sebeinkre. A közösségi élethez tartozik a misszió is, amennyiben szükségét érezzük, hogy másokkal is megosszuk a kapott kegyelmeket. E fiatalok azután meghívták a barátaikat, a szüleiket, és amikor legkevésbé vártuk, egyszer csak egy nép alakult ki ebből körülöttünk. Így jött létre, növekedett és fejlődött a Shalom közösség. Olyan fiatalok társasága, akik más fiatalokat fogadnak be és evangelizálnak. Olyan személyeké, akik nap mint nap keresik az imádságot és a lelki vezetést. Ebben a munkában a fiataloké a főszerep. Krisztusnak és az ő igéjének a hirdetésében imacsoportok jöttek létre így, és a lelki, emberi és tanbeli képzésnek is kialakult egyformája az egyház tanításának nyomán. Olyan szolgálatok tartoznak ide, amely a legszegényebbekkel való törődést segíti a szegénység különféle formáit, szem előtt tartva, és más ajándékok és ötletek is, amelyeket ránk bízott az Úr. Mindenben forrásunk és középpontunk maga az eukarisztia. Minden forráson belőled fakad. Milyen erős, barátaim, hogyha nézhetjük ezeket a fiatalokat, akár a nagy evangelizációs alkalmakon, ahol többrezen összegyűlnek a ige és az eukarisztia körül, akár a mindennapos eukarisztikus ünnepeken, ahol sokukat megragadja a szépség és a jámborság, vagy akár a csendes szentségimádásban, a folyamatos adorációban a kápolnáinkban. Ez a gyönyörű és sok mindent megmagyarázó kép megmutatja, miből fakad az isteni szeretet ereje és gyengétsége, amely elfogadja és átalakítja a szegény és bűnös ember szívét. Az ige hirdetés, a szentségimádás, az eukarisztia ünneplése és a testvéri és missziós közösség lett a testélet evangélium kisugárzásának forrása. Életünk felajánlása titokzatos módon odavonzotta a Szentlélek erejét, a szellemi lángolást, amely törékeny életünket a szolgálatra és a misszióra
indította. Éppen úgy, ahogy Szent Efrém beszélt egykor az Eukarisztiáról, aki ezt a kenyeret eszi, tüzet eszik. Kimondhatom, hogy Istennek ez a műve, amelyről bebizonyosodott, hogy egy karizmának felel meg, és áthatotta életünket, hogy azon keresztül működjön, ebben a szóban foglalható össze, amelyet a feltámadt Jézus ajkáról hallottunk. Shalom, béke veletek! Jézus saját nyelvén. Ezzel adja át nekünk önmagát, és a feltámadás erejét, ránk lehelve az élet lelkét. Amikor kimondja a shalom szót, feltárja nekünk megnyitott oldalát. Ez lesz a valódi békehelye, amelyre emberi szív vágyakozik. A boldogság és a beteljesedés egyetlen és valódi forrása. Minden egyes nemzedéknek szüksége van rá, hogy evangelizálják. Nyilvánvalóan a családok, az oktatási intézmények és a plébániák a hit továbbadásának igen fontos csatornái. Ugyanakkor nem gondolhatjuk, hogy a hagyományos eszközök önmagukban elégségesek. Egy olyan változó korban, mint a miénk. Szent VI. Pál pápa az Evangelii Nuncianti Enciklika 72. pontjában emlékeztet bennünket rá, hogy a fiataloknak a többi fiatal apostolaivá kell válniuk. Ferenc pápa úgy fogalmaz, hogy a fiatalok jelentik az egyház jelen idejét. A shalom közösség egyik jellegzetessége, hogy a fiatalok között jött létre, és megértette, hogy nem elegendő értük tenni valamit, hanem velük együtt kell valamit építeni, úgy, hogy ők legyenek a misszió főszereplői. Ki ismerni jobban a fiatalok szívét, és az abban lévő fájdalmakat és reményeket, mint egy másik fiatal, aki maga is átélte ezeket a nehézségeket és reményeket, de megvilágította számára ezeket az Úrral való meghatározó találkozás. Minél inkább megéli és táplálja valaki ennek a tapasztalatnak az erejét, annál inkább olyan misszionáriussá válik, aki mindenkinél jobban ismeri a másik fiatal szívének titkait, és képes alkalmassá tenni a lélek ajándékának befogadására. Harmadik pont. Tapasztalatunk a világjárvány időszakában. Ahogy a bíboros is mondta, itt meg nagyon nagy türelemre volt szükségünk. Idézni fogok aranyszájú Szent Jánostól. Ki akarod fejezni tiszteletedet az Úr előtt? Ugyanaz, aki azt mondta, ez az én testem, ezt is mondta. Láttál éhesen, és nem adtál ennem. Itt fejeződik be az idézet. A közösség története során mindig megértette, mindig felfogta, hogy a szegények ügye nem olyan ügy, amit valamilyen ideológiával meg lehetne védelmezni. Ahogyan Ferenc pápa tanítja, a szegények teste nem más, mint a szenvedő Krisztus teste a világban. Vagyis szeretném veletek megosztani, mit tapasztaltunk meg ezzel kapcsolatban a világjárvány időszakában. Közösségünk több tagja is megbetegedett, és így magunk testén is éreztük az emberiség szenvedését ebben a világjárványban.
Láttuk azt is, hogy sokan mások, akik keresztül mennek ezen a szenvedésen, még nehezebben élik meg azt nálunk, mert hajléktalanok voltak. Nincsen családjuk, semmilyen lelki, emberi, társadalmi, intézményes kapaszkodójuk. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Nem csak a vírus tette őket sérülékenyé, hanem mivel ki voltak téve a nap melegének, az esőnek, az éhségnek és a szegénységnek is, ugyanakkor ők is a családunk tagjai, mivel Jézus Krisztus tanítványaiként tudjuk, hogy az emberiség családjának minden egyes tagja hozzánk tartozik, mert ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei. Feltettük magunknak a kérdést. Az irgalmas Jézus mit tenne a mi helyünkben? Mi, akiknek életünk és sajátos történetünk során annyi isteni vigasztalásban volt részünk, szükségét érezzük, hogy mi is az isteni vigasztalás és irgalom eszközei váljunk azok irányába, akik legtöbbet szenvedtek. Ki kellett lépnünk önmagunkból, hogy találkozhassunk velük, hogy meghallgathassuk, megérintsük őket, és amint ez megtörtént, átértük, hogy mi kaptunk érintést és látogatást. Nem csupán ezeknek a személyeknek volt szüksége mi ránk, hanem mi nekünk is szükségünk volt rájuk. Isten olyan személyeket, fivéreket és nővéreket ajándékozott számunkra, akiket megsebzett az erkölcsi, lelki vagy gazdasági értelemben vett szegénység, mint bennünket is, akik valódi, kincsi, igazi barátokká váltak aztán számunkra. Negyedik pont, lépjünk oda korunk Tamásaihoz. Ha fellapozzuk János evangéliumának 20. fejezetét, emlékezhetünk, hogy Tamás az az apostol, akinek komoly kétségei vannak Jézus feltámadásával kapcsolatban. Nem képes hinni a társai és barátai tanúságtételének. Mégis, amikor az Úr 8 nappal később megjelenik Tamásnak, az Úr megmeríti ezt az apostolt kereszt jelében, vagyis dicsőséges sebeiben. Távol lévőből egészen közelévé válik Tamás. Számára az esemény lehetőséget kap rá, hogy kezével érintse az Úr sebeit. Hitetlensége átalakul a tökéletes hit tanúságtételévé. Én Uram, én Istenem. Jézus ugyanis arra emlékezteti ekkor Tamást és a többi apostolt, amit halála előtti estén mondott. Ez az én testem. Amikor magunkhoz vesszük az oltári szentséget, mi is az Úr feltámadt testének tagjai leszünk ebben a világban azért, hogy korunk Tamásai, a mi szavunkat hallva és a mi pillantásunkkal találkozva, a mi eukarisztia által áthatott életünket látva megérinthessék az Úr megnyitott oldalát, és megtapasztalhassák a találkozást a feltámadottal, aki meghalt értünk a kereszten. Ebből az erőteljes, a személyt átformáló tapasztalatból indulva azt láttuk, hogy Jézus Krisztus szerelmes fiatalok nemzedéke nő fel Jézus Krisztusban, akik készek felajánlani az életüket a misszióért az egész világon, hogy képesek legyenek irgalommal odalépni korunk Tamás, úgymond Tamásaihoz, idézőjelben mondva. Ezek a szerelmes fiatalok mára egy mozgalmat alkotó népet alkotnak. Családok, papok, nőtlen laikusok, akik az Isten országáért élnek, olyan férfiak és nők, akik missziót végeznek a világ számos pontján, hogy tanúságot tegyenek róla, itt Magyarországon is, hogy Krisztus a mi békénk. Élete és küldetése révén a Salom katolikus közösség célja az, hogy megmutassa
az egyház életre való termékeny, fiatal arcát. Ma, hogy lezárjam, az a nap van, amikor megszületett Mária. Szeretném, hogyha a fiatalokat arra hívhatnám, akik itt vannak, hogy jöjjenek ide, a kereszt elé, és a Madonna képe elé, és újítsák meg ezt a szerelmes fiatal nemzedék eukarisztikus életét. Minden alkalommal legyenek tanúságtevői Isten irgalmának a világban. Fiatalok, gyertek, gyertek! Gyertek ki! Ne féljetek! János Pál pápa nagyon sokszor mondta, ne féljetek, gyertek, gyertek! 16. Benedek azt mondta, Jézus nem veszelt semmit, mindent megad. Ferenc pápa azt mondta, gyertek, gyertek! És le is lehet térdelni. Igen, igen. Legyetek szívesek, nézzetek fel, nézzétek. Nem csak az egyház jövője vagytok, ahogy Ferenc pápa mondja, hanem az egyház szíve vagytok. Isten szíve vagytok ebben a világban. Megkérem Erdő Péter bíboros urat, hogy jöjjön ő, hogy... és az összes itt jelenlévő papokat, hogy áldják meg az itteni fiatalokat, hogy ők legyenek az új nemzedéke, az Krisztusba szerelődés új nemzedék. Ez az új nemzedék, amelynek szembe kell szállnia világunk Tamásaival, hogy mindenki Krisztus tanítványává lehessen, és valódi egyház legyünk. Dominus vobiscum et cum spiritu tum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Maria Mater Dei, ora pro nobis. Grazie. Grazie tanto. Grande carisma che ha. Grazie a voi. Köszönöm.